Lezajlott a harmadik választás is. Mit üzentek a választók, és mit kezdenek egymással és az országgal a pártok? Egészségügyi reform, bürokrácia csökkentés. Mivel indul a kormányzás új szakasza? Vendégeink Boros Tamás, a Policy Solutions igazgatója, és G. Fodor Gábor, a századék stratégia igazgatója. Jó estét kívánok, kezdjük a hírvitát, és ugye már vasárnap itt is láthatták az ATV-ben, hogy kezdetét vette a baloldali pártok között az üzengetés. Na, ma egy újabb felvonás jött, mert ugye az MSZP 4 platformja kijelentette, hogy véget ért az összefogás időszaka, sőt felkérték arra a párt elnökségét, hogy szabadítsa ki a baloldalt abból a csapdából, amelybe Gyurcsány Ferenc terelte őket. A DK pedig erre ugye úgy reagált, hogy tiszteletben tartják az MSZP-nek a döntését, bár téves helyzetértékelésnek tartják. Ezt a fajta vitát, az összefogásról most hamar le fogják zavarni a szereplők, vagy lehet, hogy megint erre évek mennek rá? Hogy látjátok? Szerintem ez a vita akkor fog lezárulni, hogyha valamilyen szereplő, legyen ez akár az MSZP, legyen akár egy másik szervezet, domináns tud lenni a baloldalon. Tehát itt alapvetően... Akkor sokáig fog tartani. Ez attól függ persze, hogy milyen stratégiát követnek. Én azt gondolom, hogy jó pár millió olyan szavazó van, akiket semmelyik párt nem tud megszólítani, sem a jobb oldalnak, sem a bal oldalnak nem sikerült. Jó pár százezer olyan szavazó van, akiket nem tudott mozgósítani a bal oldal az elmúlt időszakban. Ha ezekből tud újabb szavazókat szerezni bármelyik formáció, tehát magyarul a közvéleménykutatásokban látható, hogy dominánsan ezt az oldalt vezeti, akkor ez a vezetési válság, ez megszűnik. Ehhez egyébként azt gondolom, hogy egy vezető személyiségre is szükség van, és egy vezető formációra. Hogy ez mennyi idő, ez az, amit nyilván nem lehet tudni. Amíg nagyjából hasonló erőkről van szó, még akkor is, ha azért jól látszik a választási eredményekből, hogy az MSZP háromszor akkor, mint a másik két erő külön-külön, addig ez nyilván folytatódni fog ez az üzengetés. Nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha egyáltalán nem fog sikerülni. Tehát létezik olyan konstelláció a politikában, hogy egy politikai erő elveszti a képességét arra, hogy győzzön, arra, hogy megszervezze magát. Én korábban is azt mondtam, hogy a 2014-es év az előfordulhat, hogy a baloldal mohácsa lesz. És ezt, ha szószoros értelmében veszük ezt a kérdést, a mohácsvitáknak van egy olyan felütése, hogy több gerincességgel, nagyobb hazafisággal, bölcsességgel Mohács elkerülhető lett volna. Ez azonban egy értelmiségi sopánkodás. A Mohács utáni helyzetnek az a politikai kérdésfeltevése, hogy az adott politikai helyzetben milyen eszközök állnak rendelkezésre, milyen személyek előtt milyen alternatívák nyílnak. És szerintem könnyen elképzelhető, hogy ezek a kérdések, hogy mikor, meddig tart, mikor szervezi meg magát a baloldal, inkább úgy teendők fel, hogy képes-e rá egyáltalán rövid időn belül. Nyugat-Európában is vannak olyan politikai erők, amelyek rövidebb, hosszabb ideig elveszítik képességüket a kormányzásra. Lehetséges, hogy a baloldalról is ez fog történni. De lehet így unblock beszélni a baloldalról? Nem inkább úgy kéne beszélnünk, hogy az MSZP, az Együtt PM, a DK milyen esélyekkel indul? De hát akkor még rosszabb helyzetben vagyunk. Akkor vetődik fel csak igazán a Mohács kérdés. Ezek a résztvevők, ezek a politikai szereplők éppen arról beszélnek ma, hogy hát az érdekeik ellentétesek. Gyurcsány érdeke az lenne, hogy hogyan lehet összeterelni ezeket valamiféle demokratikus, uniós pártá, vagy valamiféle mozgalommá. Az MSZP önáltal is idézett kijelentései pedig arról szólnak, hogy csak azért sem, hogy tiltakoznak, hogy tulajdonképpen ellenfélnek tekintik a többi baloldali résztvevőt is. Én azt gondolom, hogy az érdekegyesítés olyan baloldali programjára lenne szükség, amihez ma sem az eszközök, sem a személyek, sem a felismert politikai racionalitás nem áll rendelkezésre. Szerintem van itt egy nagyon fontos dolog, amiről viszonylag keveset beszélünk. Ez az, hogy ezt az egész vitát nagyon sokan úgy állítják be, hogy ezek személyek és érdekek közti vita, ami részben igaz, tehát fele részben erre van szó. De én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon súlyos ideológiai vita is, ami nem egy elvont ideológiai vita, hanem egyszerűen az adott pártoknak a szavazótáboráról szól. Tehát hogy szerintem a legfontosabb kérdés, hogy mondjuk a demokratikus koalíciónak a szavazói, vagy az Együtt PM-nek a szavazói lényegében nagyon-nagyon kevés módon hasonlíthatóak össze egy csomó szempontból az MSZP szavazóival. Tehát amíg mondjuk egy Bokros Lajos féle politika
nagyon sok együtt PM vagy DK szavazó számára egy elfogadható, ő az ország megmentője, addig azt gondolom, hogy nagyon sok baloldali szavazó, most a gazdaságpolitikai baloldalról beszélek, nagyon sok gazdaságpolitikai baloldal szavazó számára Bokros Lajos a megszorítások embere. Tehát azt gondolom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ezek a szereplők mint személyek nem szeretik egymást, hanem különböző társadalmi rétegeket képviselnek, és ezek a társadalmi rétegek egymással szemben állnak. Tehát egy... De Tamás, éppen arról beszélsz, hogy azért van egy Mohács utáni helyzet, mert ezek feloldhatatlan dilemmáknak tűnnek. Tehát még a jobb oldal elvégezte az érdekegyesítés programját, ott tart maga mögött egy olyan tábort, ami most már x-edik választás óta hozza a biztos többséget, kétharmados többséget, abszolút többséget, attól függ, melyik választásokról beszélünk. A baloldal a széttagozódás, szétaprózódás, dezintegráció miatt nem tud érdekközösséget teremteni a választói között, és ennek az egyik fő oka az lehet, hogy például ideológiai kérdésekkel próbálja meg maga mögött tartani a még megmaradt baloldali szavazókat. De azért itt volt egy erős fideszes kényszer arra, hogy ezt minél hamarabb végezzel, ugye a választási törvény módosítása, ezt a Fidesz inkább önszántából, vagy nem egy ilyen külső kényszer hatására döntött, így még mondjuk akkor az ellenzéknek most nagyon hamar kellett ehhez alkalmazkodni, és ez nem sikerült. Igen, itt szerintem két álláspont szokott egymással szembe menni. Az egyik, hogy az ellenzék azért vesztette el, és a választás, és azért ennyire mind a hármat, mert maga tehetetlen, és nem tudja, hogy mit akarnak a magyar emberek. A másik pedig arról szól, hogy itt a Fidesznek az elnyomó rezsime miatt nem lehetett szabad véleménynyilvánítást gyakorolni, és azt gondolom, hogy itt a kettő között van az igazság. Tehát valószínűleg sokkal kevesebbé veszített volna a baloldal, hogyha a Fidesz mindenféle választási trükkökkel, médiamahinációval ezt nem kényszeríti ki, de ha ezek a trükköknek egyike se lett volna meg, akkor is vesztett volna a baloldal, csak azt gondolom, hogy nem ilyen mértékben. Tehát szerintem itt mind a kettő kell ahhoz, hogy ez a mérték legyen. Hogy a politika tartalmi kérdésekről is szól. Meg tudsz-e, vagy meg tudunk-e nevezni akár közösen is olyan tartalmi ügyet, ami a baloldal kérdésévé vált, és nem ideológikus kérdés. Nem a diktatúra építéssel, nem a liberális ideológiai kérdésekkel függ össze, hanem olyan tartalmi ügy, ami valamilyen értelemben rezonál a mögött álló szavazók érdekviszonyaira. Én egy ilyen kérdést látok, de ez is csak ideológikus szinten mozog, ez a szegénység probléma. De a probléma beazonosításából nem következett semmi. Nem következett cselekvési terv, nem következett alternatíva állítás, megmaradt ezen a nagyon magas abstrakció szinten arról beszélni, hogy hát nagy baj, hogy Magyarországon van szegénység, sőt nő a szegénység. De semmilyen olyan konkrét tartalmi ügyet én legalábbis nem tudok megnevezni, ami akár a rezsicsökkentéssel, akár a bankok elszámoltatásával szembeállítható lett volna, és mozgósító erővel rendelkezett volna a baloldali választók számára. Gondolom, hogy van ilyen, csak pont ez a gond, hogy több különböző társadalmi réteget akart megszólítani, és nem a baloldali választókat. A demokrácia ügye az egy ilyen ügy volt, csak valóban szerintem az a jelentős probléma, hogy azt mutatta meg az elmúlt pár választás, és egyébként bármilyen közvéleménykutatás, amit elvégeznek ezek a pártok, vagy akár mi elemzők, hogy ez a társadalomban nem rezonál annyira, mint ezek a pártok gondolnak. Tehát szerintem itt az alapvető gond, hogy voltak ilyen ügyeik, tehát tudunk ilyen ügyeket, de ezek az ügyek valóban ideológiából adódnak, és nem pedig abból, hogy a társadalom többsége mögöttük áll. Tehát azt próbálja szerintem, és ez egyébként a baloldalra alapvetően jellemző, hogy meg szeretném mondani, hogy milyen irányba menjen a társadalom. A Fidesz meg egyre többször rezonálni akar, és akár a saját ügyeit is feladja, annak megfelelően, hogy egyébként a társadalmi többség mit akar. Mitől vesztett el ezt a képességét, hogy rezonálni tudjon? Én azt gondolom, hogy azokat a dolgokat folytatja, amik 10-15 évvel ezelőtt működtek, de közben a magyar társadalom is változott. Tehát azok a kérdések, mint a piacgazdaság, a demokrácia, a szabadság, a média szabadsága, ezek többé-kevésbé fontos kérdések voltak Magyarországon, de sok oka van ennek. De ezek többé nem fontos kérdések, mert nem ezek a legfontosabb kérdések, és én azt gondolom, hogy 15 évvel ezelőtti egyébként számomra szimpatikus programmal, de egyébként a magyar társadalom többsége számára nem fontos programmal indul a baloldal. Csak egy fél mondatot, ha reagálhatok, hogy ezzel a helyzetértékeléssel abszolút egyetértek, hogy szerintem a baloldal, vagy szocialista párt, vagy ezek az apró pártok megmaradtak a 90-es években, és ha már ideológiai kérdésekről beszélünk, és a saját mércéket próbálnánk rájuk alkalmazni, én szellemi restséggel is vádolom őket, tehát
kis túlzással fogalmuk sincs, hogy milyen viták határozzák meg a mai nyugati baloldalt, vagy milyen kérdésekről szólnak, akár a közgazdasági társadalmi viták Amerikában, Európában. Egyetlen egy építményt próbált felhúzni, ez a demokrácia vita területe. Ennek viszont világos korlátai vannak, ez jól látszott a fővárosban is. Bokros Lajos, aki a maga megterheltségével, a maga múltjával, maga mögé tudott állítani durván 200 ezer embert, de nagyjából ez a korlátja, és ez szerintem ez egy főváros specifikus, egy liberális város specifikus téma. De más olyan téma, ami megszólította volna a 21. században problémákkal szembesülő magyar polgárokat, ilyennel én nem találkoztam. Valószínűleg ezt ők is felismerték, hogy elszakadtak a társadalom valós kérdésétől, mert például pont ma megjelent egy hír, hogy Tóbiás József alapjaiban fogja átszabni a működését a pártnak, és annak alapján, amiket elmondtatok, akkor ez nem csak egy adminisztrációs technikai kérdés, hogy a megyéktől a választókerületekhez kerül majd pénzt, paripa, fegyver, akkor ez csak jó irány. Egy kicsit személyes példát hozhatok, hogy nagyon elvontan beszéltünk a politikáról, de mindenki gondoljon bele a maga életébe, hogy van egy rossz férj vagy barát, és próbálja győzködni a barátnőjét, hogy most már ezentúl oda fogok rád figyelni. Hidd el, hogy rendesen fogom csinálni a dolgokat, nem foglak megcsalni, figyelni fogok az igényeidre. De mi van akkor, ha hiányoznak a képességek? Mi van akkor, hogyha nem elég mondani, nem elég hangosan deklarálni, nem elég felismerni? Én azt gondolom, hogy a baloldal ebben az állapotban van, hogy végletesen megromlott a kapcsolata a választókkal. Nem csak a baloldali szavazók, hanem az ország választóinak a jelentős része nem hisz a baloldalnak. Nem hiszi, hogy megjön. Igen, de azt gondolom, hogy ez cselekvéssel megváltoztatható. Csak tehát, hogy ez nem a pozícióban az ellenzék mindig egy reflektív viszonyban lesz, a kormányi a kezdeményező. Igen, de ezt ilyen determinisztikusan mondod, hogy ez nem változhat. Azzal egyetértek, hogy most jelenleg ez van, tehát ez bőven nem elegendő, hogy ismét elhangozzon, hogy egy új típusú baloldal vagy új irányt vesznek. Ezt valóban hallottuk elég sokszor. Aztán, amikor a cselekvésről volt szó, akkor mégiscsak bevállalta a baloldal akár az összefogást, akár Bokros Lajos indítását. Szerintem a cselekvésben kiderül egyébként, hogy ebben hiteles tud lenni, vagy valóban megmarad. Ugye, a szavak szintjén. Ha Tóbiás József itt ülne, akkor véletlenül azt mondaná, hogy három választási kampány nem ideális időszak arra, hogy változtassanak, és hogy ő eddig egy eltervezett pályán volt kénytelen haladni. Ez nem jelenthet némi mentséget? Én abban hiszek, lehet, hogy ez egy furcsa politika felfogás, hogy a politika az a határozottságról, a magabiztosságról, a kezdeményezőkészségről szól. Persze elszenvedni három vereséget önmagában lelkileg rossz érzés, de mégiscsak egy magyarázkodó pozícióból rajtot venni, szerintem az egy rossz rajt. Aki tenni akar, egyetértek a politika cselekvés és döntés, annak ki kellene találni valami forgatókönyvet, egy ajánlatot a választópolgárok számára. Állandóan magyarázkodni, önfelmentés keresni, vagy éppen a helyzetre hivatkozni, hogy most három választás volt, szerintem ezzel csak elúdezzek azokat a kérdéseket, amelyeket már régen, nem is 2014-ben, hanem talán 2006 után kellett volna feltenni. Csak akkor más volt a politikai helyzet, úgy nézett ki, hogy az a földcsúszámlásszerű megindulása a baloldalnak, ami végül is bekövetkezett, az megállítható. De én azt gondolom, hogy ami nem emelkedik, az süllyedni kezd. És a baloldal alatt végletesen eltűnt az a talaj, amelyen szilárdan megkapaszkodhatott volna. Ezt majd meglátjuk, de akkor az LMP-re is térjünk ki, rájuk is. Igaz lehet ez, hogy ami nem emelkedik, az süllyedni kezd, mert hogy mondjuk most az önkormányzati választáson a főpolgármester jelöltjük rosszabbul szerepelt, mint korábban, megyei listaállításban is 5-öt állítottak a korábbi 4-hez képest, úgyhogy lényegesen egyszerűbbek voltak a feltételek. Hol tart most az LMP? Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a 2010-es önkormányzati választást, akkor is látható volt, hogy egy relatív siker után, amit tavasszal akkor elértek, az önkormányzatira visszaesett az LMP. Most ugyanez egyértelműen látható. Én azt láttam, hogy az LMP-nek nagyjából egy stratégiája van, hogy mint a Magyarországon nincsen az a rubrika a szavazólapon, hogy egyik sem, ezért az LMP lényegében ezzel behelyettesíthető. Tehát mindazok az egyébként sokszor tudatos szavazók, akiknek elegük van mind a két tömbnek és a szélső jobb oldalnak is a kínálatából, de akarnak szavazni, számukra az LMP az egyik sem választás. De ez meddig vihető? Ez egy nagyon kockázatos dolog, tehát ez volt, amikor bejött az LMP-nek, ugye bejutott az Európai Parlamentbe is, illetve bejutott a Magyarország gyűlésbe is, de egy olyan választásnál, ahol eleve jóval alacsonyabb a részvételi arány, és egyébként egy csomó más választási lehetőség is van, tehát függetlenekre is lehet szavazni, külön indulnak a különböző baloldali politikai erők, ott ez nekik nyilván egy sokkal rosszabb helyzet. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó kockázatos taktika.
hozzátéve, hogy amennyire emlékszem, lényegében 98 után mindig volt egy olyan párt, amelyik a középen álló 5%-os párt, tehát volt ez a Centrum párt, volt az MDF, volt az SDS, hogy mindig volt egy ilyen, de hát ezek mindig egy borzasztó kockázatos logikát képviseltek. Szellemi restséggel ők vádolhatók? Nem, én azt gondolom, hogy lassan nem politikai mozgalomról van szó, hanem egy ilyen egyre gyengülő életérzésről, aminek a középpontjában egy ilyen Schiffer-bandi fanklub áll. Tehát lehetett látni a vasárnap este is, hogy ők jól érezték magukat, tehát örültek, meg a macska hogy, is. Hogy megmérettették magukat, igaz, sikerpontot nem tudtak felmutatni, de ők úgy elvannak ebben a szappanbuborékos világban, csak az a probléma, és hogyha komolyra fordítjuk a szót, a politika mégiscsak arról szól, hogy valamilyen ajánlatot kell tenni a választópolgároknak. Ez az egyik sem ajánlat, ez akkor kecsegtet, hogyha van valami jövőkép mögötte, valami remény. De hogyha állandóan csak azzal szembesülnek a választók, hogy ilyen, nem tudom, gyenge teljesítményt nyújt ez a párt, akkor nincs értelme ráadni a voksokat. Ráadásul egy közösséget nagyon nehéz úgy összetartani, hogy egyébként nincsenek mögötte még csak részsikerek sem. Tehát nyilván most a baloldal többi pártja sem nevezhető sikeresnek, de hogy fel tudnak mutatni itt egy polgármestert, ott egy megyei közgyűlési képviselőt, tehát hogy legalább személyzeti szinten azt lehet mondani, hogy van perspektíva. És azt gondolom, hogy ez is egy probléma lehet az LMP-nek, hogyha nem tud helyben perspektívát mutatni, még csak nem is a társadalomnak, vagy még csak nem is a helyi közösségnek, hanem a saját embereinek, hogy jutnak A-ból B-be, az nagyon problémás tud jutni. Én szerintem azért, mert odáig tartott a logika, hogy ők az egyik sem. Egy szót mondok, nem akarlak megakasztani, amatőr. Tehát politikailag amatőrök. Tehát amiről itt beszéltünk eddig Tamással, és nem nagyon vitatkoztunk, bár néha elbeszéltünk egymás mellett, az mégiscsak arról szól, hogy a mi nézőpontunk valami politikai profizmus. Hogy kell egybetartani egy közösséget, hogy lehet győzni, hogy lehet vereség után felállni. Hogy ezek a kérdések mintha teljesen elszállnának az LMP mellett, mintha immunis lenne ez az életérzés, egyre gyengülő életérzés a politikai kérdésfeltevések felé. Egyetlen egy komolyan vehető politikai szereplője van, aki a fanklubot összetartja. De az a probléma, hogy vajon meg lehet-e élni ebből a történetből? Szerintem a második körben majd fogtok vitatkozni, mert a Fideszről és az oligarchákról lesz szó. Egészségügyi reform, bürokrácia csökkentés. Mivel indul a kormányzás új szakasza? Ha lesz rá időnk, kitérünk majd az egészségügyre is, természetesen meg a magántőke bevonásáról, de a Népszabadságban ma megjelent egy érdekes cikk, aminek az volt a lényege, hogy lehet, hogy az M0-as autóút déli szektorában az egyik Dunahíd átalakítása, fejlesztését is majd elhalasztja a kormány, mert hogy nem akarják, hogy megint a közgép nyerje meg ezt a fejlesztést, bár vélhetően ők a legalkalmasabbak rá, mert hogy új kedvenc lett ez a marketépítő ZRT, ami Garancsi Istvánhoz kötődik. Most akkor a régi oligarchák helyett jönnek az új oligarchák, így van-e, és ha ez így van, akkor ez jó nekünk. Ez egyébként az egyik kedvenc mondatom volt, amiből kiderült, hogy úgy tűnik, a közgép mennyire alkalmas erre a munkára, holott ugye ezért az elmúlt években azt hallottuk, hogy nem azért nyerték ezeket, hanem azért, mert hogy Fidesz közeliek, illetve hogy az Orbán Viktorhoz közeliek, de hogy... De lehet, hogy időközben alkalmasak lettek, mert annyi tapasztalatot tudtak Tapasztalatot az biztos szereztek pénz mellett is. Megint csak egy szót mondanék, hogy az idézetben volt egy olyan szó, hogy lehet. Tehát, hogy ez egy spekulatív kérdésfeltevés, ami úgy jelöli ki a kérdést, mintha arra a kérdésre, hogy mi várható, hogy elindul a ciklus, az lenne a legfontosabb válasz, vagy spektruma a válasznak, na akkor mi lesz a viszonya a Fidesznek az oligarchákkal, vagy nevezzük bárhogyan azokat a gazdasági erőcsoportokat, akik eddig is a baloldal céltáblái voltak, illetve lehettek volna. De nekem az a javaslatom, hogy vajon ez a fő kérdés, arra vonatkozóan, hogy mit várhatunk, és vajon amikor egy mondjuk nem baráti indítatású cikk megjelenik a kormányról, tehát támadási felületet akar adni a kormánnyal szemben, vajon még mindig ezeket a kérdéseket kell-e politikai céltábla gyanánt megrajzolni? Mert én azt gondolom, hogy nem ezek lesznek a fő kérdések. Nem ezek azok a válaszok, amelyek arra válaszolnak, hogy mi várható. Azt gondolom, hogy noha a nyáron volt szó arról, hogy milyen viták húzódnak a Fidesz belügyeiben, vagy a Fidesz hátsó vonalaiban, azt gondolom, hogy nem ezek a kérdések fogják meghatározni azt a kérdést, hogy mit várjunk. Annyiban szerintem mindenképpen egy teljesen új jelenségről van szó, hogy itt az elmúlt
15-20 évben ezek a egyébként nyilvánvalóan létező viták először jelennek meg a felszínen. Tehát ez a Fidesz történelmében mindenképpen egy új szegmens, hogy jobboldali újságírók elkezdenek kifele beszélni, hogy belső vitákról lehet szó, hogy az egyes politikusok a Fideszen belül egymás lejárató információkat kiszivárogtatnak. Tehát hogy ez egy olyan új jelenség, amit nem tudom, hogy érdemes vagy nem érdemes túldimenzionálni, vagy túlságosan nagy hangsúlyt fektetni, de azt gondolom, hogy mi ezt láttuk igazából a baloldalon nagyon sokáig. Ettől a baloldal volt, amikor tudott nyerni választást, tehát akkor is ugyanilyen egymással harcoló baloldal volt 2006-ban, meg 2002-ben, amikor nyertek választást, és tudott hatalmasokat bukni. De abból a szempontból mindenképpen szerintem egy új jelenség, hogy a Fidesznek ez az egységes tömbje, ez elkezdett repedezni. Igen, na most ezzel kapcsolatban a blogbejegyzésedben egy teljesen más megközelítést alkalmazol, a harmadik pólusról szólóban, aminek az a lényege, hogy a centrális erőtérben, amelyben a politikai ellenfél igazán nem ellenfél, maradtak az oligarchák, és ha velük Orbán Viktor felveszi a versenyt, azzal gyakorlatilag a demokrácia győz. De kérdés az, hogy most a demokrácia győz éppen, vagy inkább a magukat túlnyerő oligarchákkal szemben állít újakat Orbán Viktor, és másokat hoz egyszerűen helyzetbe, de még mindig ő mondja meg, hogy ki az nemzeti nagy tőkés. Érthetővé tenni, hogy hogyan lehet egyszerűen leírni szerintem a helyzetet. És ebből olyan, mint egy pénzérme, meg tudom forgatni a pénzérme mindkét oldalát. Szerintem az a helyzet, és ebből érdemes kiindulni, hogy ez a három választás eldöntötte, hogy a Fidesz faltól falig ér. Ennek vannak következményei. Olyan következményei is lehetnek, hogy megjelennek olyan viták, amelyek korábban nem voltak a nyilvánosság előtt. Én azt gondolom, szemben a baloldalról adott helyzetértékeléseddel, hogy ott az a baloldal karakteréhez, természetéhez tartozott. Minden ilyen politológiai közhely, hogy a baloldal mennyire sok erőcsoportból áll, és ez a sok erőcsoport nem egységes és vívja a maga harcait. Ezzel szemben az a másik politológiai közhely, hogy a Fidesz meg mennyire egységes, mennyire centralizált erő. Szerintem annak a helyzetnek a következménye, hogy faltól falig ér a történet, és szükségképpen megjelennek olyan viták, amelyek, ha úgy tetszik, az elsőség kérdéséről is szólnak. Hogy kinek a szava a döntő? Én azt gondolom, hogy a centrális politikai erőtér tényleg felveti azt a kérdést, hogy a politikusok szava, tehát a döntéshozók szava legyen a döntő, ne korlátozzák őket más szempontok. Ezt meg lehet fogalmazni sokféleképpen, de végül is itt az a kérdés, hogy azzal a súllyal és felelősséggel, amit a három győztes választás a döntéshozók vállára rak, tudnak-e élni, és tudják-e magukat függetleníteni olyan korlátoktól, amelyek lehetséges, hogy komolyabban kötnék gúzsba a kezüket. Jó, egy picit lefordítom. Tehát jó az, hogy mondjuk nem üzletemberek diktálnak a politikának, hanem fordítva. Na de hát ezek az üzletemberek eddig azért diktálhattak, mert Orbán Viktor engedte, illetve helyzetbe hozta őket. Én azt gondolom, hogy persze értem ezeket a felvetéseket, de ez évektől. Nem. Ez a helyzetkijelölés, ez a probléma kijelölés nem magyar specifikum. Amerikában ugyanilyen fontos probléma például a lobby kérdés. Hogyan lehet visszafogni a lobbik erejét? Igen, csak ebben szerintem két dolog keveredik. Az egyik, hogy a lobby az önmagában persze egy csomószor negatív csengésű szó, de alapvetően bizonyos társadalmi folyamatoknak, bizonyos társadalmi csoportoknak az érdekérvényesítése, ami egyébként nyilvánvalóan lehet káros, meg lehet hasznos. Mondok példát, tehát amikor egyébként ugyanígy a civil szervezeteket vissza akarja nyomni a kormány, akkor ez is bizonyos társadalmi csoportoknak, legyen ez mondjuk egy környezetvédelmi csoport, az érdekérvényesítését próbálja visszanyomni. Lehet persze arra hivatkozni, hogy a környezetvédőket senki nem választotta meg, vagy a bizonyos társadalmi csoportokat senki nem választott meg, de hogyha ezeket a különböző erőket nem tudja a kormány egyesíteni, akkor igazából szerintem pont a demokráciával egyben megy, hiszen egyetlen egy párt érdek összpontosul. Tamásnak akkor lenne igaza, hogyha a dolgok úgy lennének, hogy van fekete meg fehér. Én azt gondolom, hogy ezek az állítások, még akkor is, hogyha úgy tudnék ezekkel együtt egyetérteni, hogy vannak olyan erőcsoportok, vannak olyan szervezetek, amelyek fék és korlát lenne a kormányzati cselekvésben, és vannak olyanok, amelyekkel konzultálni lehet, meg lehet állapodni, stratégiai partnerekké lehet tenni. Tehát nem arról van szó, hogy itt van egy
omnipotens, diktatórikus államhatalom és annak egy politikai elitje, ami elnyom minden részérdeket és féket és korlátot, nem arról van szó, hogy keresi a partnereket az együttműködésben, együttműködésre megnyerhető feleket. Értem, amit mondasz, csak szerintem pontosan ennek az ellenkezője történik, tehát hogy nem csak a saját oligarcháit nyomja ki, hanem lényegében minden más részérdeket, tehát hogy azok az erők... De ezt miért gondoltam? Hogy állna mögötte társadalmi támogatás? Tehát, hogyha mindenkit elnyom... Mert van egy 2 milliós tábor, amelyiknek egyébként a különböző erőit, a különböző érdekeit becsatornázza, de a többiekét nem. Tehát én arról beszélek, hogy minden olyan erőt, amelyik a Fidesz körein kívül van, azokat az erőket már nem engedi be. Tehát ezért, bár egyetértek de azzal, hát, nyilván, hogyha... De hát ha faltól falig ér a Fidesz, de nem ér faltól falig, hanem van egy... csoportokat jelent. Nem ér faltól falig, mert a magyar társadalomnak egy viszonylag kis szegmense szavazott rá. Tudom, persze, hogy meg legitim és jogosan van többségben, de hogy csak azért, mert minden második magyarból 45% a Fideszre szavazott, ez lehet, hogy politikai értelemben faltól falig ér, de társadalmi értelemben nem, és szerintem ez az egyik fő probléma. Én mindig értem ezeket a kifogásokat, de az a helyzet, hogy a politika nulladik pontja a választásnál ott kezdődik, hogy mozgósítás. Vagy lehet azt mondani, hogy 10 millió emberből, meg 8 millió választópolgárból mennyi, és annak a 40% meg. Lehet ilyen számháborúkat vívni. Én azt gondolom, hogy ez például, ha ezt a baloldali ellenzék teszi meg, ez az önfelmentés stratégiáihoz tartozik, de mégiscsak az a helyzet, hogy politikailag azok a releváns csoportok, akiket oda lehet vinni a választási úrnához. Ebbe egyetértünk, tehát én nem ezt most nem önfelmentésről mondtam a baloldal, nekem hát... arról beszélek, hogy csak azért, mert egyébként ezek a társadalmi csoportok A. nem a Fideszre szavaztak, B. otthon maradtak, ezért nem feltétlenül kéne a kormánynak negligálni teljesen az érdekeit. Tehát, hogy csak azért, de Tamás, mert... csak azért, a választás mert, arról szól, hogy megjelenítem az érdekeimet. A választás, igen, de most a kormányzásról beszélünk. Tehát, hogy csak azért, mert összesen 2 millió emberrel meg tudja nyerni, vagy 2 100 000 emberrel meg tudja nyerni a Fidesz a választást, ezért nem a választás során, vagy a kampány során, hanem a kormányzás során ezeket a csoportokat be lehetne vonni. Nyilván ez politikai kultúra kérdése is, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy borzasztó nagy probléma. Szkeptikusabban nézek erre a történetre, mert azt gondolom, hogy politikailag azok az aktív társadalmi csoportok, akik meg tudják jeleníteni az érdekeiket, hajlandóak ezt artikulálni, megfogalmazni, együttműködni, vagy éppen protestálni a kormánnyal szemben. És ez egy tévedés, szerintem az egy tévedés, és ezt a baloldalnak is javaslom, hogy egy ilyen relativizáló számháborúból menni, hogy 8 millió választópolgárból bezzeg csak ennyien mentek el. Teljesen felesleges, mert ezek a politikailag mozgósítható társadalmi csoportok, illetve emberek. Azzal kellene a baloldalnak szerintem gondolkodnia, hogy hogy lehet, vagy olyan alternatívát állítani, ami képes ilyen egységbe szervezni politikai erőket, akár konzultatív, akár más formákkal, vagy pedig hogyan lehetne a politikai piactól távol maradó, onnét kiszoruló, vagy éppen közömbös választópolgárokat politikailag motiváltá tenni. Ez a végszónk mára, mondtam, hogy a végénre vitatkozni fogtok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek köszönöm a figyelmet, a híradó következik, aztán az Egyenes Beszéd, szép estét!